Ugyanez a téma, csak nézzük meg a párt reakciókat, annál is inkább, mert hogy mindjárt itt lesz az LMP, illetve a Jobbik képviselői, akiket arra kérünk, hogy ütköztessék majd nézeteiket, hogy vajon megoldható-e a jogi, akár polgári, akár büntetőjogi felelősségre vonás volt miniszterelnökök esetében. Vasárnap nyilvánosságra hozta jelentését a 2002 és 2010 közötti államadósság növekedésének okait vizsgáló albizottság. Az egyhangulag megszavazott dokumentumban az áll, a szocialista kormányok bűnt követtek el azzal, hogy súlyosan eladósították az országot. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, ha szükséges ehhez, törvényt is módosítanak. Az ellenzéki Jobbik egyetért a kormánypárti kezdeményezéssel, azt is támogatják, hogy büntető kategória legyen az ország eladósításában való közreműködés. De tovább is mennek, szerintük ugyanis nem csak az előző 8, hanem az előző 21 év politikája miatt ilyen hatalmas az államadóság, tehát a felelősség a rendszerváltás utáni összes kormány terheli. Az LMP is következetlennek tartja Szijjártó Péter javaslatát, ugyanis szerintük ilyen alapon a fideszes polgármesterek elmúlt 5 éves tevékenységét is felül lehetne vizsgálni. Azonban álláspontjuk szerint börtönnel fenyegetni a volt kormányfőket politikai és jogi nonszensz. Úgy gondolják, egy demokráciában csak a választók ítélkezhetnek a politikusok felett, ha azok nem követtek el köztörvényes bűncselekményt. És ahogy ígértem, a téma folytatódik, mégpedig politikusok társaságában vitatjuk meg ennek az eshetőséget, már hogy a büntetőjogi felelősségre vonás eshetőséget. Siper János az LMP-től jó reggelt kívánok, és Bonner János a Jobbik részéről jó reggelt kívánok. Hát gondolom, hogy hallották, itt volt előbb Futó Barnabás, aki azt mondta, effektíve megcáfolva akaratlanul is az ön korábbi állítását, mert hogy a jogi nonszensznek nevezte azt, hogy büntetőjogilag felelősségre lehessen vonni a volt miniszterelnököket államadósság növekedés ügyében, de Futó Barnabás ügyvéd szerint már most megvannak a BTK-ban azok a passzusok, amelyek alapján lehetőség van erre. Hűtlenkezelést mondott, csalást, gondatlanságot, hanyagságot folytathatnám. Jó, hát én nagy tisztelettel mellőzném, hogy minősítsem a kollégám megjegyzését, maradjunk abban, hogy ez képtelenség. Az államadóság növekedés, az államadósággal kapcsolatos politikai döntéseket feltételez, tehát a jogellenesség, ami mind a polgárjogi, mind a büntetőjogi felelősségre vonásnak egyébként az alapját képezi, kizárt. Tehát az, amit itt a Fidesz művel az elmúlt egy hétben, az egyszerűen egy marhaság. Pontosan tudja szerintem Szijjártó Péter is, hogy önmagában az államadósság növekedés miatti jogi felelősségre vonásnak semmiféle alapja nincsen. Önök viszont azt mondják, hogy van? Mi szeretnénk, hogyha megtörténne az elszámoltatás, azonban nagyon szkeptikusok vagyunk, ugyanis hát azt látjuk, hogy a Fidesz részéről őszinte elszámoltató szándék nincs. Mi ugyanis őszintén szóval nem hiszünk abban, hogy miután kikényszeríti mondjuk egy olyan cionista szekta a történelmi egyházak közé történő beemelését, mint amilyen a Híd gyülekezete, ezt eredményesen keresztül veri a Fideszen. Azután nem hiszek abban, megmondom őszintén, hogy a Fidesz majd mondjuk nemzetközi adótanácsadó cégek vezető munkatársait, hiszen a szocialista pénzügyminiszterek közül 3-an azok voltak, őket fogja majd bebörtönözni. Hát ez nyilvánvalóan Szijjártó Péter politikai show műsorának a része, amit most látunk. Mi azonban szeretnénk, hogyha megtörténne ez az elszámoltatás, és kitartunk mellette. Egész egyszerűen az, amit itt művel a Fidesz bőhete, ez arról szól, hogy a Fidesz elszámoltatási politikája, az elszámoltatási ígéretei megbuktak. Nem az államadóság miatt kéne jogi felelősségre vonásról dumálni, hanem meg kéne nézni, amire szerintem a polgárok vágynak ebben az országban, hogy mi történt mondjuk a kakaóbiztos számítógépekkel, mi történt a síkvidékre tervezett alagutakkal, mi történt a 4-es metró a Margit híd ügyében, ezekről nem tudunk semmit. Semmilyen érdemleges fejlemény nem történt bő egy év óta, és ehelyett megy a porhintés. Az államadósság politika az ugyanúgy egy politikai cselekvés, mint mondjuk a Fidesznek a jelenlegi megalapozatlan gazdaságpolitikája. Én azt tudom ígérni, hogy a 2014-ben az LMP győz, mi biztosan nem fogjuk fenyegetni Matolcsy Györgyöt és Orbán Viktort jogi felelősségre vonásra az egyébként totálisan elhibázott gazdaságpolitikájuk miatt. Visszatérve az előző kérdéskörhöz, amikor én azt kérdeztem öntől, hogy látják-e annak a lehetőséget, hogy büntetőjogilag felelősségre lehessen vonni volt miniszterelnököket az államadóság növekedéssel kapcsán, akkor egy elég sajátos eszmefutatásba kezdett, de ez most egy más kérdés a Híd gyülekezetével kapcsolatban, viszont önök azt mondták... A politikai bátorság hiányára utal gyakorlatilag. Tehát a saját szavazóit a Fidesz szembe köpte azzal, hogy a Híd gyülekezetét benyomta a történelmi egyházak közé, éppen ezért, mert hiányzik a politikai bátorság, mi nem is hiszünk abba, hogy lesz. De igazából, hogy most az
álmodosságról van szó, mert önök meg azt mondták, hogy önök látnak erre esélyt, hogy jogilag, büntetőjogilag jogilag felelősségre lehessen vonni, csak kiterjesztenék Orbán Viktor előző kormányára. Tehát akkor most igazából nem tudom, hogy ön szerint büntetőjogilag lehetséges-e, avagy sem? Lehetséges, mi a politikai bátorság hiányát róttuk föl a Fidesznek, mi úgy gondoljuk lehetséges, nem csak Orbán Viktorral, hanem az egész elmúlt 20 évre kiterjesztenénk. A Jobbik ugyanis a választási programjában is megfogalmazta, hogy legszívesebben 20 év börtönt adna az elmúlt 20 év fejleményeiért, azért, hogy eladósították ezt az országot, azért, hogy nincs telenné tették az embereket, és úgy gondoljuk, hogy végre valakinek ezért felelnie kell. Az emberek nem azt akarják látni, hogy huszadrangú kis halakat fog meg folyamatosan a törvény, az igazi nagy halaknak kellene valamikor a rács mögé kerülniük. Visszamenőleges hatály, ez már többször kiderült, hogy visszamenőleges hatály nem nagyon lehet büntető eljárásokban. Előbb nem akartam minősíteni Futó Barnabásnak a véleményét arról, hogy a mostani BTK adná lehetőséget. De az kiderült Szijjártó Péter szavaiból, hogy ha nincs is most jelen lehetőség, akkor alkotnának olyan törvényt, amely jövőben megakadályozná mondjuk az államadóság ilyen mértékű növekedését. Én ezt is nonsensnek tartom, hiszen itt arról van szó, amire láthattunk kísérletet az alkotmányozási folyamat alatt, hogy itt egyféle egyébként egy neoliberális, neokonzervatív gazdaságpolitikát kívánnak bebetonozni. Még egyszer mondom, ez egy politikai döntés, hogy valaki államadóságra építi a gazdaságpolitikáját, hogyha következetesen végigviszi a Fidesz a gondolatmenetét, akkor miután posztumusz emlékművet állítottak Ronald Reagannek, Ronald Reagan ellen is lehet posztumusz büntetőeljárást kezdeményezni, hiszen Reagan elnöksége alatt 20%-kal nőtt az amerikai államadóság, majd George W. Bush elnöksége alatt szintén 20%-kal. Tehát láttunk példát pontosan a Fidesz szellemi elődeinél, hogy lehet államadóság növekedésre építeni gazdaságpolitikát. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy a szocialisták egy rendkívül felelőtlen gazdaságpolitikát folytattak a szabaddemokratákkal együtt, ezért megkapták a politikai büntetésüket. Szerintem ma már józan ember nem is nagyon hisz annak, amit a szocialisták mondanak, de itt büntetőjogi vagy akár polgárjogi felelősségről beszélni ebben a tekintetben, ez egy nonsens, már csak azért is, mert valóban 20 év gazdaságpolitikáját kell megvizsgálni, és hogyha az államadóság növekedéséről beszélünk, meg kell nézni, hogy 2001-ben mi történt, meg kell nézni, hogy 2010 májusa után mi történt, és hát az is fölmerül, hogy mi történik azokkal az önkormányzatokkal, ahol a legnagyobb az egyfőre jutó önkormányzati adósság, ez a Fidesz vezette Hódmezővásárhely, illetve a Fidesz vezette Budapest belváros. Ha Szijjártó Péter gondolatmenetét követni, akkor mi kellene, hogy történjen ezekkel az önkormányzatokkal? Hát ha Szijjártó Péter gondolatmenetét követem, akkor itt a jogi felelősségre vonás, ami jegyzem meg még egyszer, visszamenőlegesen teljes nonsensz egy jogállamban, akkor a jogi felelősségre vonás ki kell, hogy terjedjen Lázár János és Rogán Antal polgármesterek által irányított önkormányzatokra is. Most arról nem beszélve, hogy ha csak játékból végigviszem Szijjártó Péter azóta már egyébként általa is felülírt múlt heti gondolatmenetét, akkor Orbán Viktort is előkészület miatt felelősségre lehet vonni, hiszen a 2006-os kampányban, amit össze-vissza ígért a Fidesz, az 3800 milliárddal lőtte volna meg a költségvetést. Ráadásul a kormányprogramot is előzetesen egy 7%-os hiányra tervezték be, ami 800 milliárdos államadóság növekedést feltételezett, csak Brüsszelben erre nem kaptak zöld jelzést, arról nem beszélve, hogy a Fidesz részese volt annak a 2002-es parlamenti döntésnek, ami a 100 napos programról döntött, és aminek szintén része van abban, hogy az államadóság megugrott 2002-ben. Tehát akkor fideszeseket is felelősségre kell vonni. Ön hajlandó folytatni ezt a fajta gondolatmenetet? Tehát, hogy ebben a tekintetben van a Jobbiknak álláspontja, vagy önök kifejezetten politikai felelősségre vonásban gondolkoznak? Hát mi többször is megfogalmaztuk azt, hogy alapvetően a büntetőjogi felelősségre vonást szorgalmazzuk. Mi úgy gondoljuk, ugyanis egyetlen pártként, amely a mentelmi jog eltörlése mellett érvel, hogy a büntető törvénykönyv mindenkire kell, hogy vonatkozzon, a politikusokra is. Nem szabad, hogy elbújjanak a mentelmi joguk mellett. Én most azért hallott a Siffer Andrásnak a véleményét arról, hogy ez nem megalapozott már, hogy nem lehet büntetőjogi felelősségre vonás. Ról beszélni államadóság ügyben, erre megteszi, hogy Én azt gondolom, hogy lehet büntetőjogi felelősségre vonást megalapozni, ugyanis, hogyha belegondol, éppen azért, mert
nagy adótanácsadó cégek vezető munkatársai voltak a szocialista pénzügyminiszterek, nem is lehet azt feltételezni, hogy nem voltak annak a képességüknek a birtokában, hogy belássák, hogy milyen komoly gazdasági károkat okoznak az országnak. Éppen ezért hűtlen kezelés törvényi tényállása vonatkoztatható rájuk, és ennek alapján én úgy gondolom, hogy felelősségre is kell őket vonni. Az önkormányzatok példájára visszatérve, hogy mégis rójuk föl a politikai bátorság hiányát, emlékeztetnék arra, hogy a Fidesz által kinevezett állami számvevőszéki vezető jelenleg az állami számvevőszék élén 3200 önkormányzatot ellenőriz, és miközben 400 milliárd forint a korrupció költsége Magyarországon, egyetlen önkormányzatnál nem sikerült az állami számvevőszéknek korrupciós folyamatot föltárnia. Tehát az állami számvevőszéknek ez lenne a dolga, hogy a közpénzek felügyeletét végezze, megtörténjenek az ezzel kapcsolatos átvilágítások, ha itt valódi elszámoltató szándék, itt őszintén a dolgok tisztába tételére törekednének, és arra, hogy most ne narancsszínű mutyi legyen a szegfűs mutyi helyett, akkor megtörténne itt a felelősségre vonás, és konkrétan rámutatnának több önkormányzat gazdálkodásánál is arra, hogy ki az, aki büntetőjogilag is felel ezekért a cselekedetekért. De ezek konkrét ügyek, amiket említ, hűtlen kezelés? Hát pontosan abban van a vitánk a Jobbikkal, hogy élesen ketté kell választani a politikai döntéseket, hát például az államadóssággal kapcsolatos döntéseket, a korrupció gyanús ügyektől. Amit Volner János mond, ezeket a tényállásokat meg kéne nézni, hogy például az autópályaépítkezések, például a Margit híd felújítása, 4-es metró, vagy éppen a kormányzati negyed 2006-os tervezése ügyében megállnak-e. A Fidesz ezekben falaz az előző politikai elitnek, ez most már teljesen világos. Ezekben kéne világosan látni, illetve a korábbi kormányzat alatti rendőrállami fellépések, például a TV-székházostrom ügyében a mai napig nem látunk tisztán. Ezeket az ügyeket kéne feltárni, az előző évek korrupciógyanús ügyeit kéne feltárni, akár önkormányzati, akár állami szinten, és nem ilyen bohózatokat kéne a miniszterelnöki szóvivőnek az uborka szezon idején produkálnia. Köszönöm, hogy kifejtették a véleményüket. Köszönöm.